A két fiatal olimpikon evező és a Széchenyi Egyetem hallgatója, Juhász Adrián építőmérnöki és környezetmérnöki alapképzésen tanul, míg Simon Béla a rekreáció szervezés és egészségfejlesztés alapképzési szakhallgatója. A tavalyi univerziádi győztes duó a kvalifikációs VB-n rosszul szerepelt, ám az Európa-bajnokságot megnyerte, így mehetett a riói olimpiára, ahol a kormányos nélküli kettes a 9. helyet szerezte meg. A tavalyi világbajnokságon a kvalifikálni kellett a versenyre, ott ismételten közben jött ott egy ilyen sérülés jellegű ilyen probléma, ami miatt mondjuk egy stabil 10. helyről, ami kvalifikált, visszaestünk egy 23-ra. És semmit nem tudtunk vele kezdeni gyakorlatilag. Bár próbálkoztunk egy csomó mindent, egy technikai hiba jött közbe, semmit nem tudtunk vele kezdeni, szét is ültünk, én külön is váltunk gyakorlatilag, én elköltöztem szinte Pestre, meg ide Győrbe ugye, és az Európa-bajnokság előtt egy-két héttel ültünk össze, ez a pótkvalifikáció előtt körülbelül egy hónappal, és ott megnyertük az Európa-bajnokságot, és aztán megszereztük a kvalifikációt. Tehát gyakorlatilag ott szerintem rajtam kívül nem tudom ki bízott abba, hogy meg lesz a kvalifikáció. A 27 éves Simon és a 26 esztendős Juhász is a szolnoki Tisza evezős egylet versenyzője, de az egyetemi tanulmányaik miatt Győr a második otthonuk. Azt mondják, a sikerekért meg kell dolgozni, kevés idő jut a kikapcsolódásra. Rengeteg kedszerda esti mulatságról mond le itt az ember, azért azt ne felejtsük el, pont az egyik jeles helyszínén vagyunk ezeknek a történeteknek. Valójában nekem az államvizsga van még hátra. Én a 6 évből egyszer kértem az egyéni tanrendet, most a legutolsó. Szerintem abszolút összeegyeztethető. Nyilván jobb, hogyha ki van kérve, az ember kelljen, fölfeküdjön le időbe. Szóval mondom ezt én, aki elkések, mindenhonnan már elalszok, de nyilván ugye ez lenne az alapja annak, hogy valahogy össze kell hozni a kettőt, és hogyha az ember úgy érzi, hogy van rá energiája, akkor menjen el szórakozni. Rengeteg nyilván a lemondás, de azt gondolom, hogy rengeteg kárpótlást kapunk cserébe, mind az emberektől, mind ugye a sport eredmények által. A fiúk tervei között szerepelnek a következő évek nagy világversenyei, és mindenképpen szeretnének ott lenni a 2020-as Tokiói olimpián is.